Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 23-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és mik az ő tervei. Ez jelenthet egy párkapcsolatot, de gondolhattok valaki másra is. Valakire a családból, vagy egy barátnőre, vagy egy kolléganőre. Tehát a kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. A második kérdés pedig az, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba, mit közöl veletek, és most mi ezt is megtekintjük. Ehhez jön még egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Ez úgy néz ki itt, mint egy labirintus, és ő keres egy kiutat, ezen elgondolkozik. Ez a kép szimbolizál hivatalos ügyeket is, vagy egy bíróságot. Amennyiben itt nem a bíróságról és nem hivatalos dolgokról van szó, hanem ő érzi magát így fogva, az jelentheti azt is, hogy félelmei vannak, és keres egy kiutat, ezen elgondolkozik. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzései, itt koncentrál az anyagiakra. De ez a kép nem csak az anyagiakat szimbolizálja, hanem mind azt, ami számára értékes. A harmadik kérdés pedig az volt, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kép azt mutatja, hogy várakozó. Neki vannak elvárásai, és vár arra, hogy ti jelentkezzetek. Ebben a stádiumban ő boldogtalan, ezt mutatja ez a napi kártya. Mint ez a férfi magát veri, így keresi a hibát magában. Viszont ez sem jó, mert ő nem boldog, nem érzi jól magát, ő benne van ebben a labirintban, és kell, hogy legyen egy kiút, és várja azt, hogy ti segítsetek neki. Ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy egy személyes jóslást kérjetek tőlem, ez egy videófelvétel név nélkül, a díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!